Az Európai Bizottság egyik tavalyi felmérésében 24 ország lakóinak idegen nyelvtudását vizsgálták. A 25 és 64 éves lakosság tekintetében Magyarország az utolsó helyen áll. A vizsgált korosztály mindössze 37%-a beszél idegen nyelvet. Az eredmény egyik oka az lehet, hogy a filmeket szinkronizálva saját nyelvünkön halva nézzük, ellentétben például a nálunk jobb helyezést elérő Romániával. A másik oka pedig az, hogy a magyar nyelv nagyon sajátos nyelv. Ugye elemezték, már vannak elképzelések, akik a finugor nyelvcsaládhoz sorolják be, ma már vannak török rokonsági elképzelések is, úgyhogy elég különleges a nyelvünk, nagyon szép, de különleges, és kevés kapcsolatunk van nyelvtani rendszerünkben olyan nyelvekkel, mint az angol, a német, vagy akár a szláv nyelvek. Úgyhogy nagyon egy ilyen fehér folt vagyunk mi itt Európa közepén. A korai nyelvtanulás hasznos, mivel a gyermek már megszokja kiskorában, hogy nem csak az otthon megtanult kommunikációs csatorna létezik, de aki 20 éves korára sem kezdett el nyelvet tanulni, az sincs elkésve. Akár 50-60 évesen is el lehet jutni a megfelelő kommunikációs szintre. A kommunikatív módszer a lényege, hogy a nyelvórák zöme 70-80%-a beszélgetésre alapszik, írásbeli kommunikációra, néha különböző szövegek meghallgatására. Tehát nem elsősorban az a hagyományos nyelvtan és fordítás orientáció zajlik az órákon, ami mondjuk az én korosztályom talán emlékszik még rá, hogy az orosz nyelvet erősen így tanultuk. Azaz elég szárazan, főleg szót árasztunk az órákon, főleg a nyelvtani struktúrákat elemezgettük. Ez a módszertan nem vitt sikerre, mint ugye látjuk is. Ezzel szemben az a módszer, amely minél többet beszélteti az órán a diákot, az visz sikerre. Több olyan külföldi cég van Magyarországon, ahol nyelvtanfolyamokat működtetnek azért, hogy a munkavállalók fejlődhessenek a munkavégzéshez szükséges nyelv használatában. Növelheti a fiatalok nyelvtanulási kedvét az is, hogy 2020-tól a felsőoktatásban legalább B2-es szintű komplex nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet majd belépni.